Na, sziasztok, visszatértem. Konkrétan leállt a játék, úgyhogy nagyon remélem, hogy megvan a mentés. Ugyanaz volt, mint a múltkor. Bekesse. Aha, igen. De remélem van automata mentés, az ugye az, ugye? Aha, ja. Jó, szóval bekresselt a játék, ahogy... hogy Attila kifejezésével éljek. Azt hiszem nem pont ugyanonnan fogjuk tudni ezt folytatni most, mint ahol megállt az előbb. Ne kérdezzétek, hogy ez hogy, hogy ez miért történik, de nem, mert ez már visszafelé van, akkor errefelé kell haladni. Ne haragudjatok rám, nem rajtam múlott a dolog. Akkor most újfent begyűjtjük a fedórát, azt hiszem. Igen. This must be the way out. Okay. We need to find a way to open that gate. Jó. Ilyenkor amúgy vajon a riportokat, amiket beküldünk, hogy milyen hiba történt, azzal vajon foglalkozik valaki? Most azt írja, hogy unidentified hand item. Előbb ez egy fedóra volt, emlékeztek? Ugye, hogy fedóra volt? Na mindegy. No problemo. Jó. Ráállunk. És akkor... Ó, oh, köszönöm, hogy bekövették, Gwen Sticks. Ja, a másikat is. Na, mondom, a másikat. Igen, azt a másikat, jó. Hát, igen, ez egy jó kérdés. Most ezt én se értem. Azt gondoltam, hogy mindig mindenhol ugyanaz van. De hogyha... hogyha előbb... előbb az a fedóra dolog volt, most meg nem, akkor kizárásos alapon valószínűleg már sokat dob mindig. Meglepődtem most ezen én is. De hát... most ugye látjuk, hogy... hogy nem ugyanaz dobta, mint az előbb. Mielőtt ez a kis crash megtörtént. Ráadásul vissza is tudjuk keresni igazából. Ugye már nincs itt más. Összeszedtem mindent, igaz? Jó, na. Szóval, hogy kíváncsi lennék, hogy ilyenkor ténylegesen foglalkoznak-e a hibával, mert hogy ugye nálam most már másodszor fordul elő, hogy leáll a játék, és hát PS5, szóval nem lehet azt mondani, hogy szar a gép, vagy ilyesmi. Random dob lootot nem fix. Akkor ezek szerint igen. Jó, azt ott látom. Jó, akkor ezt most itt begyűjtjük. Jajjaj, viszont mennyi helyen van most? Megint bele fogunk szaladni a problémába, mert akkor szétcsapok. Még egy helyen van. Nagyon meg kéne csinálnom ezeket a Merlintra jeleket, hogy legyen még helyem, de hát az a helyzet, hogy nem az a kedvenc játékom. Ó, most gyűjtöm be azt, ami kell. Most ez mi volt? Ezt ti most értitek? Ki akartam nyitni azt a ládát? Ja, és nem a ládát nyitottam, hanem lementem. Ja, az, az enter. Jó, oké, nem ládát kellett itt nyitni, hanem a láda az maga a visszaút. Jó, oké. Jó, na menjünk. És meg is van. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Ja, mondjuk nem lenne hülyeség, hogyha itt nem, nem így szabadon járkálnék, nem? Vagy... vagy ezt most csak én érzem, hogy így... nem lenne rossz gondolat? Onnan jöttünk, ott összeszedtünk mindent. Innen jöttünk, itt is összeszedtünk mindent. Mert az már a visszaút. Azt kinyitottuk. Jó, csinálunk egy olyat, hogy... elrejtőzünk. És felmegyünk a lépcsőn.
Te ezt most talán így ugsz, ugye? Vagy a muszáj ott visszamennem? Vagy visszamehetek a hagyományos úton is? Ez egy level 2-es lock. Ott nem tudok bemenni. Még. Szerintem nem kell visszamennem ugyanazon az úton, vagy igen? Mit gondoltok? Mert innen a hagyományos úton is vissza tudok menni már. Ó. Csemegézünk egyet. Jézusom! Ó, olyan vagyok, mint egy sas. Mármint, hogy ebben most nem sokat látunk, de olyan vagyok, mint egy sas. Ezt gondolom ugyanaz a cukorka volt, amit Harryék a filmben ettek, amikor tudjátok, a vonat füttyös oroszlános. Én lehet, hogy nem megyek vissza a titkos alagúton, vagy azon kéne visszamenni. Miért szívassam? Ó! Oh. Ó, oh, kérem. De mondjuk már mégsem nem kell láthatatlannak lennem, itt vannak bent normális emberek. Aha. Na, ez viszont le van zárva, és ezt már ki tudom nyitni. Ez most relatíve gyorsan ment. Nagyszerű. Azért valakinek a hálószobájában vagyok, lehet mégsem lenne hülyeség elrejtőzni, nem? Weekend World Potion, jó, azt most nem lopom el tőle, mert az van elég nekem is. Mi ez a nagyon fényes? Á, ott még ott, vagy az már a kiút. Várjunk, ott van egy lépcsősor, nem lépcsősoron jöttem be, ugye? Akkor fölfelé kell innen mennem. Vagy lépcsőn jöttem be? Tűnik lépcsőn jöttem be, akkor a másik ajtót nézzük meg. Ja, igen, lépcsőn jöttem. Miket nem felejt el az ember? Oh, simán kivezetett. Hát jó! Akkor viszont már tényleg nem kell láthatatlannak lennem. Itt van a zenebonáló csávó. És tényleg három van neki. Ezt nem hiszitek el? Itt van egy pár ember, akinek állószabályában elújnék én is, hogy aztán jól megérztem. Szóval az van, gyerekek, hogy ez azt csinálja, hogy minden alkalommal, amikor adok neki borravalót, mármint, hogy egy tízest a kalapba, a következő alkalommal, amikor visszajössz, akkor egyel több hangszeren játszik. Ez nagyon poén. Jó, na, akkor szerintem, opá, szerintem megnézhetjük a ruhákat, és akkor lehet, hogy rögtön el is tudom adni, mert telik be megint a helyem. Ezt például eladhatom, ezt tunszunk sincs róla, hogy mi. Akkor most nincs fedórám. Jó, ez a sál, ez maradhat, és külsőre is ez tetszik. Jó, és akkor bemegyünk, és eladjuk rögtön a cuccok egy részét, hogy legyen helyünk a legközelebbi küldetésre. Jó. Igen, ez a szobában elrejtőzős dolog, ez felvett kérdéseket. Legyünk őszinték. Szemcsim van ennél jobb. Az biztos. Ja, várjatok! Ezeket venni tudom, nem eladni. Ó, jaj! I'd say that looks as if it was nope! Na jó, nem veszünk. Ilyen ruhákra nem költünk.
Ez tunctunk sincs róla, hogy mi. Jó van. Muszáj adnom dolgokat. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Jó. Na, akkor most nézzük meg még egy sárkány szemüveg, vagy sárkány szemüveg. Jó, oké, okay, ha-ha-ha. Jó, kesztyűt cserélünk. Azt majd megnézzük, hogy mi. A sálat most cseréltük, ebből van olyan, ami jobb. Ez jobb. Azt majd lecseréljük a külsejét, mert ez nem tetszik. Igen, most azt csinálom. Most azt csinálom, de azért nem akarok mindent kidobni, mert ugye van, amit lehet fejleszteni, és nem tudom, hogyha lehet fejleszteni, akkor nem lehet-e jobb. Csak még nem tudjuk fejleszteni. Igen, a külsejét akarom változtatni, mert ez nem tetszik. Ez jó? Jó, outfit. Az jobb kalap, ez rosszabb. Ez jobb. 57-tel jobb, ez meg 55-tel jobb, tehát ez a jobb, és ez legendary is. Nem is néz ki rosszul. Jó, akkor most maradjon külsőre is ez. Jó, és amúgy most mennyi helyen van? Bocsánat, most még egyszer visszanézek. 23 per 28. Kéne csinálnom Merlin trialeket. Csináljunk Merlin trialt. Múltkor elkezdtem már vadászni őket. Ha emlékeztek rá. Gyakorlatilag azokra a helyekre kell menni, ahol van... Szóval azokra a helyekre kell menni, ahol van... Ez most mi, hogy csináltam? Még direkt sem tudok ilyet csinálni. World map. Jó, és... Csak rá akartam zoomolni, hogy van... Mi ez itt? Ez mi? Field guide pages. Ó, azt is jelzi térképen. De menő. Jó, akkor most bezárjuk a térképet. Ja, nem tudok, itt nem tudok repülni. Jó, értem, vágom. A Rocksmorthban ugye nincs repülés. Nem. Bocsi cica, most nem simizlek meg. Tudom, gonosz dolog, de hát... Hogsmeade, here I come. Jó, na. Jaj, itt volt valahol alattam. Hups, Moonstone-ok. Fönt? Fönt hát. That means Merlin trial. Ott van valami. Ezeket szét kellett csak lőnöm, ugye? Ez a legjobb fajta. Redenia.
Köszi. Még nem csinált semmit, úgyhogy még valahol kell lennie. Aha. Yes! Yes, yes, yes! Amúgy mennyit kéne ebből megcsinálnom, mire újra nőni fog a tárhelyen vajon? Ezt ugye itt találom meg a challengesben. Az explorationben volt, ugye? Merlin Trails. Tízet. Jó, hát akkor az alahomórát megtanultuk, akkor most legyen az az új küldetésünk, hogy utazgatok a Merlin Trailök környékére. Az a bajom egyébként. Ah, szia Juhász Viki, köszi a követést. Elég menő dolog van itt a túloldalon. Szia! Hol vagyunk? Itt ki van írva. Ó! Oh! Gyerekek, ez a vonatállomás. Ó! Oh! Hát ez nagyon menő. Ide fut be a Roxford Express. És valahol csingilingizik valami. Tunsztom sincs, hogy... Ez az, okosan. Nincs is jobb, mint a izébe ugrani. Sinekre. Nem tudok bemenni a stationbe. Rebellion. Jó, távolodtam tőle, úgyhogy akkor arra van a dolog. Upszika! Így jár az ember, ha megcsúszik a keze. Te lenni portékás ember? Te ki vagy? Hello, do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside. Ez egy ízes skót akcentus, imádom. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. A name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's something you need. Igazából nem kell semmi ezek közül. That's been a pleasure. Rebellion. Biztos, hogy kell lennie kint egy izének. Most tényleg totál béna vagyok, de ez most ideges. Na! Egy kis bug. Nem tudok elsétálni itt. Nem tudok elsétálni a fickó háta mögött. Tudod, hogy a túloldalon van, nem? Itt kell lennie. Nem hiszem el, hogy nincsen egy ilyen izé állomásos kártya. Valami. Akármi. Ott van! Ó, hogy ezt hogy nem vettem észre az előtte, jó Isten. Na, Steam Engine. Na de akkor még használták a Mugli izét? Az a baj igazából, én szeretem nagyon Harry Potter világát, de időnként tényleg van benne egy-két logikátlanság. Tehát, hogy például az van, hogy nem használják a Mugli
technológiát, de közben valamelyest mégis használják a muglik technológiát, akkor most hol húzták meg a határt? Most mondhatnánk, hogy azt, amikor titkolózni kezdtek a... Ott egy Sniffler! Stole from me, he did. That's what I'm saying. He's a natural, worth his weight in galleons. Go on then, show him to me. Jaj, de cuki. You're wasting my time. Ow! No, I would never waste your... Na jó, nem szenvedünk velük tovább. Majd, hogyha nekünk lesz sajátunk. Igen, tudom. Jó. Na nézzük. I know a Merlin trial when I see one. Nagyszerű, gondolom most ott fönt lesz a megoldás kulcsa. Hát, igen, az a baj, hogy a varázslatosság az valamelyest elveszne, hogyha használnák a modern technológiát abban a formában, ahogy mi használjuk jelenleg. De eközben meg nem is teljesen logikus, hogy nem használnak mindent, ha értitek, mire gondolok. Ez most ilyen... Jaj! Nem ezt akartam. Hogy arra rájöhettetek. Na várjatok, ezzel most mit kell csinálnom? Mármint erre most ne válaszoljatok, csak magam törpölök rajta. Ez biztos nem az átrepülős cucc. Jó. Mármint reparót. Azt próbáltam, vagy túl messze voltam tőle? Azt próbáltam. Mármint ezt próbáltam. Igen, ez nem segít. Ez nem segített. A meggyújtás nem segített. Esetleg valamilyen robbantásos módszer. Vagy egy diffindó. Aha, a robbantásos módszer a tuti. Jó, nagyszerű. Ez volt a másik tippem. Na, hol van a többi? Ott van egy. Itt van még egy. Oké. Jó. Na várjatok, az most elaludt. Nem meghatározott sorrendben kell csinálni? Vagy mármint, hogy meghatározott sorrendben kell csinálni? Vagy annyi időm van, mindösszesen, amíg egy leég. Itt volt a harmadik, ugye? Anyádat! Na, jó nem. Oké. Akkor azon az oldalon kell szaladni. De most tényleg azt kell csinálni, mert akkor az izgi lesz. Ezzel el leszek egy ideig, akkor... Azt kell csinálni. A repülő... Így nem tudok. Így véletlenül se tudok, mi? A kenyér. Jó, nem baj. Itt el leszünk egy darabig. Na! Upszika! Nem ezt akartam. Azt mondjátok, hogy idegbeteg vagyok? Legmagasabban álló gyújtsam meg. Na jó, de melyik áll a legmagasabban? Mert hogy mindegyik lesüllyed. Jó, az alacsony, az magas. De két irányba kell akkor szaradni. Mert ez viszont... Ez ennyi? Jó, tehát akkor azt kell először... Azt legközelebb, és utána a végét. Csak ha látnám az összeset... Jó, innen látom egyszerre. Jó, oké.
Zsír! Zsír! Köszi a segítséget! Valószínű előbb-utóbb meg lett volna, de picit többet szenvedtem volna vele. Jó. Nagyszerű. Jó. Kinkeservesen próbálkozom vele, hogy... Ott is volt egy. Jó. Szóval most arra hajtunk, hogy... hogy kicsit nagyobb legyen a ruhák helye. Olyan cukin kocog. Ups, bele a fának. Nem baj. No problemo. És miért megkérdezitek, tudom, igen, tudom, hogy mehetnék izésen is. Ez a lebegtetős, kocka lebegtetős sztori, viszont az... Mik vagytok? Nem pont ezt akartam. Jaj, ez az, amit nem tudok, hogy mi a megoldása. De nem mondjátok meg, még mielőtt valaki itt szóba hozza, de ennek a megoldására vagy... Ez mi? Pedig... Szóval ennek nem tudom a megoldását. Úgyhogy, és őszintén szólva eléggé feladtam ezt a dolgot, mert szerintem nagyjából mindent kipróbáltam már rajta. Amit tudok. Túszom sincs, hogy ezzel mi a szart kéne csinálni. Hát ja, én is sokat szorszorodok már neki ennek a fajtának, ezt nagyon utálom, erre nem tudok rájönni, hogy mi a szart kell vele csinálni. Ez meg hova francba való? Az nyilvánvaló, hogy valahová való. Jaj, nem a Leviosót kellett volna, a Wingardium Leviosát kellett volna. No problemo. Hon vagy? Várjatok, én meg közben ez a Wingardium Leviosa, elnézést. Elfelejtettem, hogy melyiknek az a izéje. Nagyszerű. És akkor most meg kéne találnom, hogy hova kell vinnem? Ups! Hát jó. Nem pont ezt akartam, de... Ott egy horklump. Meg ott is egy. Revelio. Oh!
mutatja a térképjelzéseit. Azt látjátok? Ilyet eddig nem tudtam. Hát ez nagyon menő. Az a kockának, ami fenéje mi. Nem utasd. Ups, szállj le. Ja, ide kell a kocka. De úgy látom, ezt már kinyitottam. Hát akkor... nagyszerű. Na, jó, akkor menjünk egy másikhoz, mert ezt nem fogom megfejteni most. Itt volt még valami piros. Ezt győzzük le. Ja, meg volt valami tojás. Azt szedem össze. Azt láttam a repizéről. Ó, oh. Jó, nem, mintha nem lenne elég. Szóval itt volt az a lávás tojásos dolog, aminek most nem fog eszembe jutni a neve, de tudjátok, mire gondolok. Úgyhogy azt összeszedjük. Azt. Na. Ja, az, az Ashwander tud. Jó, és akkor átmegyünk egy másik Merlin trailhez, mert ezt köszönjük szépen, ezt a fajtát, ezt nem tudom megoldani. Na. Ezeket szét kéne most durrantanom? Szórakozzunk ezzel? Erre is van valami fura kihívás, mint a teherekre? Mármint, ha valaki esetleg lemaradt... tegnap volt egy szórakozásom azzal, hogy teheneket pörgettem. Jó. Ó! Oh! Öngyilkos Desszi! No problemo. Oké. Okay. Mi van itt? Level 2-es lok van itt. Akkor ez nekünk egy előre tártalan. És akkor menjünk tovább fölfelé. De szeretem a hegyeket. Mennyire magas ez? Te jó ég. Ó, oh, ott van a határ. Ameddig menni tudok. It's like a place right out of a storybook. Jó, majd egy másik alkalommal. Jó, szállj le, mondjuk itt. Jaj, de jó. Harcoljunk, mi? Jaj, de nem, tudom, egyet kihagytam, amit akartam tenni valahova.
Arra vannak fönn. Ez milyen állat volt? Jézus, még ilyenek is vannak. Aha. Miért nem tudok? Oké. Van. Még vannak? Én nem. Én téged nem. Oh! Jó van. Protégóztam. Hogy tudok amúgy petrifikusztot elúszozni? Állítólag ez egy vele született képesség. Ja, jó. Te jó Isten, itt még vannak. Várjál. Egynek még kell lennie valahol előttem. Pillanat. Mert közben eltűntek a kommentjeim. Na. Jó, majd mindjárt visszajönnek. Szóval valahol... Van még egy itt a környéken. Ott van a kis szemtelen. Ja, mert ez egy ilyen izé volt, egy ilyen koponyásti. Jaj, amúgy szia vicce neked, azt hiszem nem köszöntem még itt a nagy izgalmak közepette. Hol van az utolsó szemétláda? Valahol még van egy. Most már. Ja, hogy ez egy farkas. Sorry. 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 Nem? Ja, rosszat nyomok, akkor nem fogok tudni seprőre szállni, ugyebár. Aha. Na ez a másik fajta, amit nem tudok, hello? Hogy mi a szart kell vele csinálni. Mi a szart kell csinálni ezzel a golyóval. Nyuszi! Ja, de oda be kell vinnem a bajukba. Jó, oké, akkor de tudom. Visszaszívok mindent.
Viszont még mielőtt nekiállnék foglalkozni a lyukkal, úgy látom, hogy itt vannak ellenségek. Aj, pókok! Jó, ezek már kaltak mind. Oké, nagyszerű. És akkor most fölöttem van még jó pár, ha jól gondolom. Köszi a követést, Mandy. Ott van. Ezt begyűjtjük. Ezt meg lenémítjük. Na, jó, és akkor csináljuk meg a kihívást. Valahogy visszajutunk a hegyre. Azt hittem, hogy emberek lesznek még itt. Nem gondoltam, hogy csak pókok, és a csakot most idézőjelben. Na, tessék visszamászni. Jó, na. Jó, akkor ez megvan. És akkor a golyót kell betenni a lyukba. Rebellion. Onnan van a golyó. Ó, ezzel kapcsolatban is van valami? Magical Well. Na jó, tolkoljunk. Can you help me? Ja, innen jött a női hang. Is someone down there? Down there? Oh, beg your pardon. Oh, I'm here. There's no one here. Már maga a kút beszél. Ó, Istenem, imádom. A kuttal beszélgetek, ez logikus. Ah, ez megint valami térkép. Jó, oké. Okay. Seems to be some sort of map. Thank you. Thank you. What a relief. I hope the map serves you well. At least better than it. Elnézést. Jó, a lényeget tudjuk. Elnézést kérek a kúptól, hogy nem hallgattam végig. Parancsolj. Három! Na már csak hét kell, hogy meglegyen az újabb növekedés. Igen, hát minden bizonnyal nagyon hasznos lesz egy ponton, de egyelőre csak azt érzem, hogy ja, nem jelöltem a térképen új cuccot. Bocsánat. Ezt még nem próbáltuk, ugye? Szóval biztos jól fog jönni egyszer, de ezek a térképek hát nem a legkönnyebben olvasható dolgok. Vagy ezt próbáltuk? Ez lesz az az undorító hülye köves? Oh! Vagy ezt próbáltuk mi? És most visszamegyek ugyanoda, amit már nem tudtam megcsinálni egyszer. Na, vissza. Áj, áj. Ez most ugyanaz, mi?
De ez egy másik. Jó, ez ugyanaz. Jó, akkor tovább, tovább. Attól tartok, hogy egy ponton csak olyanok fognak maradni, amiket nem tudok megoldani. Ez most minden bizonnyal. Vállalom, hogy nem tudom, hogy mire gondoltatok. Ez a hülye golyó mi? Amivel már egyszer szenvedtem. Jó, ezt most begyűjtjük. Se az. Na jó, mondjuk mindegy is igazából. Nagyon pleasant surprise. Tényleg annyira kellemes. Kútnál szörtű. Ja, hogy well! Jó, oké. Okay. Jó, értem. 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 Valóban értem. Jaj, ez a lövöldözős, ez jó. Ilyet szeretnék. Miért nem ilyen az összes? Hol vannak még ilyen kék kis köcsögök? Elnézést kérek, szóta. Ja, bocsánat, ezt ne lőjem szét. Ez most a tiltott rengeteg környékén van, jól gondolom? Vagy nem jól gondolom. Abszolút nem jól gondolom. Mi? Nagyszerű. Nagyszerű. Ez a lövöldözős, ez a legjobb. Meg volt az, ami fölött át kellett ugrálni, vagy azt hiszem a fölött lehet repülni is talán. Na, az is relatíve könnyen megoldható volt. Még ezek a golyók szállításos cuccok se rosszak, de ezt a kristályos dolgot én vállalom, de nem tudom megoldani. Dunsztom sincs, hogy azzal milyen szart akarnak. Esetleg lehet, nem lett volna hülyeség lecserélni a varázslataimat. Végső soron. Inkább ezt. És lentre meg... Nem is, a Flippendót kéne. Az a jó, amikor harc közben írtok, hogy a chattől konkrétan. Ó. Oh. Köszi a követést, Effi028, bocsánat, csak itt közben vaksiskodom. Szóval, hogy pont ott vannak a varázslatok, ahol ilyenkor írtok a csetre, és akkor tulajdonképpen egy picit megnehezítitek a dolgomat, de nem baj. Csak gondoltam, elmondom nektek, hogy ilyen vicces dolgok vannak. Ott volt még valami, nem?
Revelio. Ott még van egy kis pénzmag, ha jól látom, és ott meg Moonstone-t fogok találni, ha minden igaz. Ja nem, ahhoz föl kell mennem. Nem. Oké. Okay. Oh, Jesus! Ennyi volt? Hát amúgy elég bátran gyilkolászok most azt, hogy így, azt értitek. Köszönöm szépen. Hozzá kell tenni, te most itt úgy vagy közöttünk, de amúgy story módban játszom, szóval normál módban láttam, hogy nem ennyire egyszerű azért a dolgok folyása, de figyelembe véve, hogy kezdő PS-es vagyok, ennyit megengedtem magamnak, és azt hiszem, hogy jól tettem. Jó, nagyszerű. Akkor megpróbálkozunk egy újabb Merlin Trial témával. Ó, egy vízesés, egy ilyennél már megöngyilkoltuk magunkat próbaképpen. Úgyhogy lehet, hogy ezt a részét ezt most kihagyna. Ó, megint eldobtam véletlenül egy káposztát. Nem maradnak káposztáim. Pazarlom a káposztákat. Ó, ezeket el lehetne fogni? Csak még nem tudom őket, mi? Azt hiszem ennél a fánál egyszer már jártam pont ugyanígy véletlenül. Ó, még nem tudok veletek semmit csinálni, de majd biztos jövök még legközelebb. Na, akkor nézzünk egy újabb Merlin Trial-t, ha találok. Vagy már csak olyan fog maradni, amit nem tudok megcsinálni. Van még az. És aztán ide utazzunk. Még egy golyósnak, meg egy nagy golyósnak szerintem még kell lennie. Viszont lehet, hogy a többi az tényleg ez a... Hányszor kell ezt még végighallgatni, de tényleg. Merre vagy? Ó, oh, yeah. Ja, ezeket most nem tudom összeszedni, mert... Ah, oké, okay, Vegan Wild Potionből nem kell több. Pénzt viszont adhatsz. Vagy, már megint be fog telni a ruhatárom. Amiért csináljuk a kihívást. Nem, még van helyem, jó. Majd megnézzük őket, de most egyelőre nem ezzel akarok foglalkozni. Ó, szakadék. Hát itt kényelmesen sétálgat az ember, aztán egyszer csak ott egy szakadék. Hol vagy? Ja, ott van Dax szemben. Jó. Szegény. A farkasokat nem szeretem megölni egyébként, de hát sajnos az a sztorinak a része. Aha. Így a tuti. Ups, ott csak egy volt. Ez érdekes, mert hármasával szoktak lenni. Vagy négyesével. Vagy az előbb ezt lőttem ki. Na mindegy. Ó, még két kis szemétláda van itt valahol. Ó,
Úgy ilyenkor persze engednek szabadon mászkálni. Hol vagytok, kis köcsögök? Itt kicsit csaltam. Hát jó, nem csaltam, de értitek, használtam az ősi erőt. Rebellion. Jó, azt látom, hogy ott van valami. Oké. Okay. Úgy érzem, hogy ez egy jövedelmező kis kitérő volt itt. Mennyi múzton? Ha! Ja, mert hogy ez itt magát bányásza. Akkor mindent értek. Collection updated. Komolyan nincs a sátorban semmi? Ha! Aj, ott vannak a hülye kövek. Ez megint ilyen hülye. Csak szerintem creepy a goblinok a HP univerzumban? Nem, valóban creepy. De gyanítom direkt. Meg egyébként ezzel kapcsolatban érte vád Rowlingot. Azt mondják, hogy ugye antiszemita, mert hogy a koboldok valójában a zsidók. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt az okfejtést az interneten, de azon az állásponton vagyok, amire sokan rámutattak egyébként a kommentelők között is, hogy erről most nem ő tehet, mert hogy az lehet, hogy a kobold mítoszoknak az alapja ez volt, viszont ő használta a meglévő mítoszokat. Szóval innentől kezdve nem hiszem, hogy ez az ő hibája. És nem. Ez. Na, most. Gondolom, még kell lennie valahol. Jó, nyírjuk ki azokat is, most már olyan mindegy. Bányásszák magukat. Itt még jobban bányásszák magukat. Vegan Wild Potion, vagyis Vegan Wild Potion, ez nem kell több. Itt jelzi, hogy van egy izé pont. Azt mindenképpen szeretném. Cica simi. Ez ilyen kedélyesen éldegél, úgyhogy le vannak táborozva mellette a izék, a fejvadászok, vagy nem tudom, mik voltak ezek, hát persze. Ja, nem a cicát akartam újra megsimizni, hanem a fákról akartam begyűjteni a dolgokat, de hát ennél bajunk, nagyobb bajunk ne legyen. World of Warcraft goblinok, a bankárok, meg elég sok történetben van leírva, hogy ők értenek a pénzhez a legjobban. Igen, az van igazából, hogy én nem vitatom, hogy ennek az alapja
a középkori antiszemitizmus, tehát hogy ezt egy pillanatig sem vitatom, csak ezzel együtt azt gondolom, hogy nem lehet egy darab írót felelőssé tenni ezért, aki használja ezt a mostanra toposszá vált dolgot a koboldokkal kapcsolatban. Szóval nekem röviden tömören ez a véleményem, és valahol elhagytuk azt az utolsó követ, amit meg kéne keresnünk, mert közben valahol gondolom itt kell lennie. Hol vagy, kő? Revelia. Ott vannak még kövek, jó. Na, akkor ezt megbeszéltük. Úgy látom, hogy ti is egyetértetek velem. Ja, várjatok, robbantanom kellett, nem lőnöm. Így. Így, így. Voltak még itt. És komolyan megint repülőre? Ott. Jó, értem, hogy ott nem... Jó. Itt ezeket a fákat nem szedtük le, vagy igen? Nem, csak jel, vagy így, de csak jelzi a térkép. Rebellion. És ugyanígy egyébként itt a téma Rowling névadása is, mert például Cho Changről mondják azt állandóan, hogy a Ching-a-Chung dologgal van összefüggésben, és hogy... ez is rasszizmusról árulkodik. Én meg bevallom őszintén, úgy érzem, hogy egyszerűen olyan nevet akart adni, ami lehet, hogy betegesen, de nagyon egyszerűen átadja, hogy egy ázsiai karakterről van szó, és értem, hogy nem feltétlen járt a körbe olyan alapossággal, mint sok minden mást, de ezt inkább mondanám írói gyengeségnek, mint hogy rögtön azt kiáltsuk, hogy rasszista. Na mindegy. Saját véleményem, aztán nem feltétlenül kell vele egyetérteni. Minden esetre ezt a hisztériát, ami például a Hogwarts Legacy körül volt, ezt annyira nem csíptem. Na! Nézzük, hogy hol tudok még ide kéne eljutnunk. Azt mondja, hogy akkor szálljunk repülőseprűre. Oké. Na most merre kell, arra kell mennünk, azt jelzi, ugye? És még nem, ott van, jó, ezt kerestem. Attól tartok, hogy ez a 10, ez túl sok ahhoz, hogy mindent meg tudjak oldani, és amúgy valamelyikőtök itt írta az előbb, 10 éves gyerekek egyből megjegyzik. Igen, én azt gondolom, hogy ez inkább erről szólt, hogy olyan nevet akart keresni, ami egyszerű és egyértelmű. Jesszus Máriám! Jó, oké, azt hiszem egy újabb harc vár ránk. És őszinte leszek, én vállalom, ha ezért rasszistának számítok. Én például elkezdtem olvasni a Battle Royale-t. Na, szálljál már le! Szóval én elkezdtem olvasni a Battle Royale-t, és nekem rendes erőfeszítést okozott, hogy ki kicsoda. És olvastam már japán könyvet, tehát nem állítom, hogy ettől függetlenül nem lehet japán könyvet olvasni, meg hogy nem lehet arany középutat találni a témában, meg ilyesmi, főleg, hogyha egy karakterről van szó, mert azért vannak cifra nevek a Harry Potterben, azt is el kell ismerni, de picit értem, hogy mi állhatott-e mögött, és tényleg nem gondolnám, hogy a rasszizmus. Csak így, hogy most már haragszunk Rowlingra másokból, így aztán most már mindenért elő lehet venni. Meg azt is elismerem, hogy fájdalmas egy ennyire imádott dologról tudomásul venni, hogy nem minden olyan tökéletes benne, mint azt gondoljuk. És itt most leginkább... Na, ne arra lőj, hanem befelé. Hey!
ne tessék közelebb jönni, hey! Oh, hogy van még egy? A fene mindenség itt. Mi ott? Egy! Ilyet szólok, egy! Azt van egy rakat. Honnan jöttök még? Mert azt látom, hogy még lesztek. Van még ott piros. What do you have in store for me this time? Nem tudom, mire kell ez a koponya, de ebből most jó párat begyűjtöttünk. Ha jól gondolom, a következő zombik tán az épületben lesznek. Jó. Ennél valami többi happy játékkal játszottál? Hát én ugye alapvetően nem vagyok nagy gamer, úgy mondanám, hogy most ismerkedek ezzel a dologgal. Egy játékkal játszottunk, de még nem játszottuk ki, illetve nem tudom, hogy külön bontandó-e. Lego Harry Potter-eztünk a párommal ketten. És az Azkabani fogolynál járunk éppen. Addig kell forgatnom, amíg azt nem adja ki. Ez nagyszerű. Hol vagy? Hol a többi? Szóval Lego Harry Potter-eztünk. Illetve hát ez az, vagy ennek van egy álló verziója is. Vagy ezt pörgetnem kéne? Na várjatok. Arra fordulj. Nem kéne forgatnom, ez így jól van. Na jó, ha nincs jól, akkor majd megtudjuk. De azon most áll. Problémák a paradicsomban, ugye minden oldalról van rajta valami minta. Akkor csak forgatnom kéne valamiképpen. Ühő. De így meg nem tudom forgatni, nem? Vagy le is tudom róla emelni? Ha magasabbra emelem, tudom forgatni. Aha. Vagy mégsem. Gyönyörűen visszasüllyed. Nagyszerű. Na jó, milyen varázslatot tudok még, ami segíthet. Csak a flipindót, de... HP3-ban annó nagyon ijesztő volt a dementoros pálya, most így ezekről a csontvázakról jutott eszembe. Igazából a könyvben is elég creepy, igen, ott kezd creepyvé válni, a filmekben meg még inkább, ott egy elég éres váltást csináltak. Az! Most jó. Vagy most se jó?
Még meg kéne fordítanom erről az oldalról is, mi? Anyád! Hogy fordítom meg az ellenkező irányba? Vagy a Leviosó kell? Nem, az kurva nem jó semmije. Most jó! Oh! Basszus, ennyit kell vele szórakozni? Jó, oké, akkor viszont ez se volt jó. Mert pont ellentétesen van. Jó! Upszika! Ha látnék is a gazoktól. Jó, ez így most nem segít, mert ezzel most forgatom ugyan, de nem jó. Most jó. Aha. Oldalról is kell forgatni, remek. Remek, 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 remek. Akkor az egyik oldal az egyik irányba, és a másik tengely az meg a másik irányba forgatja, azt hiszem. Jó. Oh. Nagyszerű. Jó. Egyébként az jutott eszembe a Hogwarts Legacy-ről, hogy tényleg újra kéne olvasni ezt a könyvet megint, mert most már egy jó ideje nem olvastam a Harry Pottert újra, és lehet, hogy újra kéne. És az is felmerült bennem, hogy angolul kéne újra olvasni. Hát, hogy angolul még nem olvastam. Annyira tudtam, hogy ez egy level 2-es lock lesz, hogy véletlenül se tudjak bejutni. Hát, majd akkor visszajövünk. Szia, patkány! Na, akkor még egy Merlin Trial pipa. És most egyre jobban félek tőle, hogy... Melyik a kedvenc köteted nekem, a Félvérherceg? Ó, nekem igazából kettő van, és abszolút meg tudom indokolni, hogy miért. Nekem alapvetően, és ezért most szerintem nagyon sokan meg fognak lepődni, a Főnix rendje volt a kedvencem, minden hibájával együtt. És... nagyon sokáig nagyon határozottan ezt a választ adtam, hogyha valaki kérdezett. Viszont aztán, ahogy telt az idő, egyre inkább rájöttem, hogy opszika, hogy nekem vannak nagyon szeretett kedvenc részeim az első könyvben is. Szóval igazából azt mondanám, hogy az első és az ötödik a kedvencem. Az első azért, mert az indított be sok mindent, meg nagyon-nagyon szeretem azt, ahogy összefűzte az elsőben lévő rengeteg utalást az utolsó könyvvel, és én ezt írói szempontból imádom, úgyhogy nekem ez azért. A Főnix rendjében meg nagyon sok olyan dolog van, ami szerintem nagyon... Ó, de jó, ez ugrálós. Szóval, hogy nagyon sok olyan dolog... Majdnem. Szóval nagyon sok olyan dolog van a Főnix rendjében, ami nagyon... nagyon olyan, mint amilyen az életben is, például a politika... Illetve hát nagyon szerettem, bár nem kaptunk belőle annyit, mint szerettem volna, a DS edzéseket. Úgyhogy bármilyen idegesítő is, Umbridge nekem az a kedvencem. Talán. Szintet is léptünk, a Merlin Trial is sikerült. Nagyszerű. És neked miért a Félvérherceg egyébként? Meg amúgy a többiek is megírhatják nektek, melyik a kedvenc Harry Potter könyvetek. Kíváncsi vagyok, mert szerintem eléggé megoszlanak a témák. Talán az Azkabani fogolyt szoktam a legtöbbször hallani. Vagyis hát a legtöbb embertől. Tyúkok! Sziasztok! Vannak alattunk dolgok.
Oké. Mit kell ezzel csinálnom? Ezt kellett csinálnom? Nagyon izgalmasak azok a részek, amikor Harry a Tom Drennerről szóló emlékeket nézi vissza a merengőben, azok a kedvenc részeim a könyvből. Na egyébként itt tökre kijön, hogy mennyire mások vagyunk, és ezzel semmi probléma nincs. Én például a Félbér herceget pont ezért nem szeretem annyira. De tényleg nagyon mókás, hogy mennyire máshogy tudunk hozzáállni kérdésekhez. Például tudom, hogy nagyon sokan utálják a Phoenix rendjét, mert hogy depressziós, meg idegesítő az Umbridge, meg nem tudom. És ezt mind aláírom, de én meg pont azért szeretem, úgyhogy érdekesek ezek a dolgok. Az elsőt 8-szor olvastam, 7-szer magyarul, 1-szer angolul, az nagyon megmaradt, de a 7. részt máig nem olvastam magyarul, mert anno domini az angol előbb kijött, és azért olvastam angolul. Hú, az angol, aha, az utolsó angol megjelenéséről nekem is van sztorim. Én ugye alapvetően németes voltam iskolákban, minden iskolában igazából, és az angol a másodnyelvem volt, és amikor a Harry Potter kijött angolul, akkor még nem tudtam annyira angolul, hogy neki merjek vágni a könyveknek angolul. Viszont arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon nagy volt a csábítás, és hónapokig nézegettem az angol nyelvű könyvet a boltban, mert nagyon-nagyon el akartam már olvasni. Úgyhogy én vállalom, a 6. olvastam ilyen fejezetenként leírásokkal, hogy mi volt benne magyarul. Azt még úgy olvastam, a 7. meg olvastam egy rajongói fordítást, bevallom őszintén. Any whisperings of anything going about the town? There's a rampant dog bug on the loose. It's more aggressive than others and has some peculiar markings. It's making life miserable in Pitterpond Ford. Remek. I wish someone would do something about it. Ja, úgyhogy nekem ez volt a tapasztalatom, és tök érdekes volt, mert a 6. a rövidített változatában, vagy hát szóval az elmesélésében volt egy fordítás, ami nekem jobban tetszett, mint ott Tamás Boldizsáré, pedig nagyon szeretem az ő fordítását. It may not be as fine as what you'd find in Hogsmeade, but I think we have a certain rustic charm all of our own. We sell all sorts of beast byproducts for potion making. Some of the rarer stuff too. That all falls on me now. Mindjárt folytatjuk. Oh, I haven't had a normal conversation with anyone for a while. So pardon me if I'm a little rusty. My father passed away recently and I've been completely occupied with keeping the business afloat. I hadn't realized how much work went into running a shop. Inventories, maintenance, szóval, bills, accounts, igen, a fordítás, a rövidítésben például, ami nekem nagyon tetszett, az az, hogy... Do you know what you might be looking for? Oh! Ah, ezek olyan dolgok, amik nincsenek nekem. Hippogrifftól. Niffler. Flör. Ó, oh, ezek mondjuk izgi dolgok, de gondolom egyelőre nincs szükségem ilyesmire. Viszont eladok dolgokat. Szóval egészen tűrhetőek voltak szerintem a rajongói fordítások. A teljes regény az értelemszerűen azért nem volt nagyon minőségi. A rövidítéssel én eléggé elégedett voltam, és ez a kérdéses fordítás, ami a mai napig zavar. A törhetetlen eskü, ugye a magyar, a hivatalos magyar fordításban a Tóth Tamás félében törhetetlen esküként szerepel. A rajongói fordításban megszekhetetlen eskü a magyar hivatalosban, és amit én olvastam, ott törhetetlen volt. És nekem nagyon tetszett az, hogy ez ilyen fizikai valójában megjelenik ebben a szóban, és a megszekhetetlenben meg értem, hogy átadja, hogy mi a helyzet, de szerintem a törhetetlen az jobban hozta mind a kettőt. Ha értitek, mire gondolok. Szóval, hogy abban nekem megvolt az is, hogy nem lehet megszegni, meg volt az a jelentése is, hogy ó, itt a dagbog. Vagy nem itt van? Előbb megjelent. Hol van? A vízben van? Itt van alattunk? Na mindegy. Szóval a törhetetlenben nekem benne volt tök sok plusz. Plusz jelentés. Nem ezt akartam csinálni, ne haragudjatok, csak váltani akarok a varázslataim között, és meg akarom nézni, hogy itt mik vannak elmentve. Mert ezeket innen most leégetjük szerintem.
A tököm. Jaj, de jó. Nagyon örülök nektek, és nincs tele a izém. Oké. Anyád. Onnan. Aha, túl messze vannak. Van még? Minden esetre nem volt annyira vészes a rajongói fordítás amúgy, szerintem, akkor. Bár hozzáteszem, akkor ugye nem tudtam még én magam sem annyira angolul, hogy az ilyen nagyon nyilvánvaló félrefordításokat, meg kifejezés átfordításokat, meg ilyesmiket észrevegyem. Szóval könnyen lehet, hogy rosszabb volt a fordítás, mint amilyen nekem rémlik, és egyszerűen csak nem emlékszem rá. Jó. Szuper. Minden esetre, amennyire tudni akartam akkor, hogy mi lesz a regényeknek a vége, meg hogy mik történnek, meg nem tudom, az van, hogy abban a helyzetben szükségtörvényt bontott, és a Harry Potter esetében... Ó, szarvasok! Szóval Harry Potter esetében vállalom, hogy ez történt. Nem állítom, hogy ez ideális, csöppet sem az, és senkinek sem ajánlom azt, hogy ezt csinálják. Főleg, hogy szerintem egyre kevésbé van erre, vagy csak én érzem így, mert azóta jobban tudok angolul, de tán már jobban elérhető azért az angol tudás is, meg nem tudom. Szóval, hogy picit azt érzem, hogy könnyebb operálni most már ezekkel a dolgokkal. Azért az sem kis munka. Én anno creepypasta-ról fordítottam pár történetet, nagyon igyekeznem kellett, hogy ne legyen magyartalan. Hát igen, én is fordítottam szövegeket, mondjuk nyilvánvalóan, mert bizonyos könyveket is fordítottam már, de hát egyáltalán nem egyszerű. Az biztos. Messze vagy mi? Messze hát. Hupszika! Ott van egy izé, azt akkor keressük már meg. Arra menjünk vissza. És keressük meg a hopporos cuccot, ha már itt vagyok. Na, jó. Bocsitjukok. Nem, erre. Itt voltam már benne, ugye? Jó. Na! Mászki kérlek a vízből.
Úgy. Ó, kenyér, ezen kell maradnom. Amíg nem jön közelebb, addig várok. Oké, erre tippeltem. Nagyszerű. Fúj, de milyen undorító hangja van. Hol van itt a... Valahol itt lesz, jó. Azt a helyet keresem, ahol a hoppor hálózatos dolog van, mert akkor vissza tudok jönni ide bármikor, és azért ez egy hasznos dolog. Ott lesz, megvan, látom. Látom. Cica! Na jó, mindjárt számot vetünk, hogy hogy állunk, mert most azért ez a része, nem tudom, hogy nektek mondjuk mennyire izgalmas. Ez a Merlin Trail dolog, hogy menjünk végig, ez most azért nem a legizgalmasabb dolog ever. Bár haladás szempontjából azért sokat számít. Itt van még egy cica. Bocsánat. Csak a cicához mentem, a cica fontos. Ja, na. Menjünk be. Be tudok? Igen, level 1-es, úgyhogy bet le tudok. Forgatgathatjuk. Yes! Cica simi szimulátor, igen. Az év cicás... Ja nem, várjatok, az még tavalyi. Akartam mondani, hogy az év cicás játéka nem a Stray volt, hanem ez, de a Stray még tavalyi. Csak ez menti meg a Strayt. Nem, csak hülyéskedek. Meg nem játszottam a Strayt, szóval igazából nem tudom megítélni, hogy mennyire jó az a játék, csak tudom, hogy nagyon sokan szerették, meg amúgy elég menőn nézett ki. Miért vagyok itt ilyen lassú? Értem, hogy épp kilabolok egy házatta, de azért mégis. Hát jó. És úgy jöttem be, hogy még a tulaj is bent van. Logikus. Szemtanúk is vannak. Nem? Két arany. Jó van. Hát jó. És mondanám, hogy sajnálom, de igazából nem. Én külön életet élek a Roxforton kívül. Gyilkolászok. Tervezel egyéb könyvekhez kapcsolódó játékokkal is játszani, esetleg streamelni? Milyen játékokra gondolsz? Mondd. Igazából amit szoktam játszani, az már szoktam, az túlzás, mert most már azt sem játszottam egy ideig, mert a saját laptopom nem annyira bírja idegrendszerrel, az a Sims, ami nem különösebben könyves. Bár amúgy volt könyves ötletem a Sims-szel kapcsolatban, mert azt viszont szeretem játszani, és az nem egy ilyen nagyon stresszes játék. Mondjuk igazából a Hogwarts Legacy-ben is nagyon szeretem, hogy csináltak ilyen story módot, ami jó az olyan bénácska játékosoknak, mint amilyen én is vagyok. Aha, itt vannak, és nem tudok velük semmit csinálni. Miért? Itt egy csomó nifler. Na mindegy. Szóval igen, és így nagyjából, meg hospitálozni szoktam, meg van egy nagyon király szabadulószobás játék, amit játszottunk, de alapvetően nem vagyok túl nagy gamer, de ha van ötletetek, akkor szívesen fogadom igazából. Azt hiszem, hogy egy ideig még elleszek a Hogwarts Legacy-vel azért.
Gyanítom, hogy ezt nem ma fogom kivinni, meg nem is holnap. Ráadásul van egy ilyen elvetemült tervem, hogy... Szóval van egy elvetemült tervem, hogy megpróbálom... megcsinálni a többi házzal is. Mert... ott a sárkány, látjátok? Mert szeretnék bejutni más. Ha már a Lego Harry Pottert játszatok, esetleg a Lego Gyűrűk Ura. Aha. Nem gondolkoztam még más Legósba, illetve... ez így nem igaz, mert Attila nagyon szeretné, hogyha játszanánk Lego Star Wars-t, de az ugye nem könyves. Mert valamikor jön a Gollam, az is jónak ígérkezik. Igazából most már egy fokkal nyitottabb vagyok így a játékok terén, mint a Hogwarts Legacy előtt voltam. Egy játékkal kezdtem el játszani a Hogwarts Legacy előtt, ami megviselte az idegrendszeremet. Tudjátok, mire gondolok, csak mindig Kenyának akarom mondani, és tudom, hogy nem Kenya, de értitek, mire gondolok. És nagyon szép az a játék, és ezt kifejezetten én szerettem volna játszani ebből kifolyólag, de láthattátok, hogy milyen béna vagyok. Azaz. Láthattátok, hogy milyen béna vagyok a térképekkel, és az a helyzet, hogy abban a játékban eltévedtem, egyrészt. Másrészt meg... még a mostaninál is sokkal bénábban játszottam. A kecskéket is meg tudom vajon pörgetni? Az élet nagy kérdései. Nem, kecskéket nem tudunk pörgetni. Szóval még a mostaninál is sokkal bénábban használtam a kontrollert, ami tudjátok, hogy mit jelent. Kb. El tudjátok képzelni. És nem volt túl sikeres az a... nem volt nagyon sikeres ez a kísérletem a játékkal, az a helyzet. Jó, az túl messze van. Jó. Úgyhogy az a helyzet, hogy azon annyira fölidegesítettem magam, hogy körbe-körbe mentem az erdőben. És tudtam, hogy nem jól csinálom, de nem találtam ki belőle, hogy ezt egy ponton feladtam. Ráadásul nem... tehát, hogy itt volt mellettem a párom, és ő meg tudta volna jól, és az meg még jobban idegesített, hogy csak én vagyok ilyen béna. Én általában PC-n játszom, kontrollerrel, ön is közveszélyes vagyok. Az a helyzet, hogy most a Hogwarts Legacy-ben azért én elég élem ezt a kontroller dolgot. Szóval most így jó, de azért nem állítom, hogy minden helyzetben komfortosnak érzem. Most ezzel így el vagyok, ezt már megszoktam. Meg ennél a játéknál egyébként én azt érzem, hogy szerintem inkább... tehát, hogy én valamiért ennél most azt érzem, hogy ez jobb kontrollerrel. Aztán lehet, hogy nincs igazam. De egy ilyen érzésem azért most van. Mi a fene ez? Jaj, Ládikó! Ez a süllyedős cucc, mi? Aha. Na várjatok, melyik az a hely, ahonnan elég jól elérem az összeset? Rebellion. Remélem, itt is három van. Aj, van itt két izé is. Jó, akkor először gyilkolásszuk le őket. Azt mondom. És akkor utána nyugodtan tudunk. Mindig nem volt elég közel. Mennyire kell közel lennie?
Aha. Meg az anyád. Jó, na. Ez nem túlságosan magas. Ja, ott hagytam a lécseket. Na, gyertek. Ott a kettes, az alacsony. Ez a közepes, és valahol kell lennie egy magasnak. A sok hülye fa. Ez a kicsi. Az a nagy. Nagy, kicsi. Nagyszerű! Újabb! Aha. Igen, hát gondolom, hogy nyilván próbálják ezeket a játékokat mindenféle szinten elérhetővé tenni többféle platformra, de most például erre tök jó példa lesz szerintem. A Hogwarts Legacy-ből ugye készül majd Switch-re is változat, és hát ez később jön ki, úgyhogy még nem tudjuk, hogy milyen lesz, de őszintén nem tudom elképzelni, hogy ez a játék ennyire látványos legyen Switch-en. Tehát konkrétan nem tudom elképzelni, hogy ilyen legyen. Hogy hozza ezt az élményt. És közben meg azt is értem, hogy marha nagy szívás lenne mindenből mindent beszerezni, de az van, hogy egyszerűen el kell dönteniük a készítőknek, gondolom, hogy mit részesítenek előnyben, és bizonyos szempontból értem is, hogy ezt el kell dönteniük. És akkor meg valamire nem lesz optimális. És na, a Hogwarts Legacy az szerintem pont egy ilyen. Nem tudom elképzelni Switch-en az a helyzet. De hát majd meglátjuk, milyen lesz. Biztos lesz róla rengeteg felvétel. Tével is fel lehet csatlakoztatni. Én értem, de igen, nyilván fel lehet. De akkor is, nem tudom. Akkor is valamilyen szinten muszáj lesz lebutítaniuk, szerintem. Na mindegy, meglátjuk. Barram, performance kapcsán valószínűleg a fények fogják bánni, sokkal kevésbé lesznek jók a világítások, ezáltal a hangulat kopni fog. Igen, bár hozzáteszem, én például most a streamelés kedvéért ezt nem is a legszebb változatban játszom, ha minden igaz, de ebben Attila tud megerősíteni. Igen, na igen, tehát hogy biztos, hogy ott is nagyon jó játék lesz, de valószínűleg nem hozza ugyanazt az élményt, mint amit mondjuk most én átélek. És ez önmagában, tehát ezt nem állítom, hogy probléma, mert nem az, csak egy nyilván van egy ilyen, az FPS is kisebb lesz. Szóval, hogy van egy ilyen hátránya. De közben meg nem elvárható, hogy mindenki mindent is beszerezzen, mert hogy önmagában a játék is marha drága, hát még az összes ilyen kütyű, amin játszani lehet. A Switch, meg egy jó PC is azért. Aha. Köszi, Cuki. Tudtam, hogy valami ilyesmiről van szó, de nálam te jobban értesz ehhez. Jó. Oké. Azért durva, hogy már akkor össze lehet szedni a nyelvét, amikor még itt a hullája. Ez elég creepy. Jaj, szia Irena, egyébként nem köszöntem neked, pedig most vagy itt először. Ütközöttünk. Amint látod, Hogwarts Legacy-t játszunk, illetve én játszom kissé bénán, és nem tudom, mennyire vagy képben a játékkal, de éppen a Merlin trailerekkel próbálok haladni, hogy kicsit növeljem a
ruháimnak a tárhelyét. Ez a jó féle. Ezt gyorsan meg lehet csinálni, a kristályokkal még mindig nem tudom, mi a szart kell csinálni, de nem baj. Legalább ezzel a fajtával tudunk haladni. Na, hol tartunk most? Mert bevallom őszintén, már nem tudom számon tartani, hogy hánynál járunk. Ó, 27%-ra. Át tudunk venni dolgokat? Ó, nagyon jó, át fogunk mindjárt venni dolgokat, csak azt akarom, nem elemezt akarom, majd a végén átvesszük. Exploration, Merlin Trails. Ó, már csak egy kell! Már csak egy kell! Már csak egy kell! A következő szinthez. És remélem találok egy olyat, ami nem kristályos. Hol vagyok? Ott vagyok. Nézzük meg ezt. Különben kifejezetten tetszik, hogy ebben ilyen nem előszakolnak bele egyszerűen, és tulajdonképpen tényleg szabadon mehetsz oda, ahova akarsz, és csinálhatsz, amit akarsz. Igen, egyébként ez nekem is nagyon tetszik. Igen, ez az egyik dolog, ami szerintem tök jó benne. Köszi a köszöntést, üdv! Egyáltalán nem követtem a játékot eddig, konkrétan te vagy az első, akinek a streamjében elnéztem a témában. Direkt kerültem eddig, a gépem sajnos nem bírná. Hát ez szomorú. De ismerem az érzést. Egyébként én többek között, ugye nekem most gamer a párom, úgyhogy én ezért engedhetem ezt meg magam. Most. Szia. Szóval ezért engedhetem meg magamnak, de alapvetően sose volt olyan jó gépem, hogy játszani tudjak. Úgyhogy valamilyen szinten ezért is koptam ki a játékból még nagyon-nagyon régen. Mert sose tudtam igazából az új játékokkal játszani, úgyhogy sajnos ezt az érzést nagyon is ismerem. Jó, na, megint tudok kommenteket olvasni. Szuper. Volt alattam valamiféle ellenség, de most azt... Jaj, ezt tudom melyik. Ó, kenyér. Most még így kell csinálnom megint? Ne szivassatok! Vagy ez másik tábor? Ezt már egyszer végig csináltam. Ezek újra termelődnek? Anyátok. Ó, köszönöm a követést is. Jól van. Szóval az van, hogy én ezt valójában egyszer már végigcsináltam. Mit nyomtam be? Nem ezt akartam benyomni, vissza. Emlékeztek? Akik már követik egy ideje a streamemet, hogy ezt már végigcsináltuk, nem? Itt nem fejeztem be ugyan a kihívást, arra emlékszem, de... Ó, milyen agresszívan mondtam ezt a mondatot. Te úristen. Szóval, hogy ezt már egyszer végigcsináltuk, csak nem tudtam befejezni a dolgot, mert nem találtam az utolsó ilyen kavicsgörgetős bigbót. Ó, szia pokolkutya! Neked is köszönöm a követést. Vagy ez egy másik full ugyanolyan tábor, de nem hiszem, mert... Velia.
esküszöm, hogy ez ugyanaz, amit már egyszer végigcsináltam, csak nem fejeztem be az utolsóját. És ez a kavicsgörgetős megoldásos dolog volt. Ott van. Aha, ott az egyik kavicsos dolog. Jó, szállj le. Mert akkor onnan... Na. Azért. Jó, és akkor most kell nekem a... Wingardium Leviosa. Gulyók a helyükre. Hova, oda. Jó, egyes. És ebből megcsináltam azt hiszem kettőt. A másik a kapu oldalánál van, azt arra is emlékszem. És a harmadiknál nem találtam. Hát most azt nem tudom, hogy a köveket nem találtam. Ott vannak a kövek. Ó, kenyér! Ezeket a köveket nem találtam? Tartok tőle, hogy ezeket a köveket nem találtam, basszus. Na jó, nem baj. Jól el vannak rejtve, hát ez az. És mondjuk, amikor először voltam itt, akkor még nem volt... Úgy, azért mondom, itt egyre kevesebb van. Szóval, hogy amikor először voltam itt, akkor nem volt még ilyen jó a rebellióm, és akkor szerintem ezt nem dobta föl. És valahol kell még lenni egy harmadiknak is. És most lehet, hogy kicsit segítünk magunkon, és repülünk egyet. Ott a harmadik lyuk, az igen, hol vannak a golyók? Ott vannak a golyók. Komolyan ez volt az, amiért itt járkáltam a streamben, konkrétan, hát nem akarok hazudni, egy 20 percet biztos keresgéltem ezeket a hülyeségeket. És annyi volt, hogy eltakart a gaz. Hát ez azért eléggé frusztráló. De megvan a tizedik. Nőtt a tárhelyünk 28-ról mennyire? Szerintetek? Adtak kettőt, mi? Fölmegy 30-ra. És ezért szenvedtem ennyit. Na, jó, akkor gyűjtsük be a... Nem a térkép kell nekünk, hanem a ez kell nekünk, a challenges. Gyűjtsük be a Merlin Trial. Nagyszerű. Még 14? Te jó Isten, hány ilyen van? Jó, mennyire növelte meg? 32-re, na! Remek. Jó, azt el is tudom majd pusztítani, az nem kell. Nem pusztítani, bocsánat, el fogom adni természetesen. Of course, nem pazarlunk, hanem muszáj. Szia, említetted a kristályos mennyes cuccozat, nem a lepkéket kell odavinni, amik a közelben vannak? Hát ezt most lehet, hogy elárultad nekem, okolkutya. Mondjuk valószínűleg előbb-utóbb úgyis utána néztem volna. Mert tényleg vannak lepkék, de nem gondoltam, hogy... És a lepkéket tudom... Ne árulj el többet, de a lepkéket ezek szerint tudom mozgatni. Ott egy ballon. Lyukasszuk ki. Eww! Nem ezt akartam. Csak föl akartam szállni. Lyukasszuk ki őket, legyen. Azokat is? Mert azt tudom, hogy a bentieket Lumusszal lehet. Na majd kipróbáljuk legközelebb, de most több Merlin Trialt egyelőre nem csinálok ma, mert maradjunk annyiban, hogy egyelőre ennyi elég volt. Na. Tudom, hogy most nem ez a kihívás, de... Ups. Oké. Áááá! Pont elmentem mellette. Most már akkor is szétjukasztalak. Nincs ilyen feladat, de nem baj. Jó? Úgy. Na. Azért.
Jó, na. Szóval több Merlin trialt most nem csinálunk, viszont szerintem visszamegyünk. Ott még van valami, amivel harcolni lehet. Jó, azokkal megküzdünk, hogy legyen még egy kis akció, és aztán visszamegyünk Roxfordba. Ez a tervem. Aztán szerintem lehet, hogy most már ennyi lesz a stream. Nagyszerű, és valahol van még kettő, valami. Ó, oh, valamit csináltam, amit nem direkt csináltam. Fú, de értelmes mondatok, tudják elhagyni a számot streamben. Amúgy mennyire szemétláda dolog ez, hogy mindig akkor kapok, akkor hallom a vonyítást, amikor már összeszedem a cuccokat a farkasokért. Ez szemétség. Ja, de púzózni kellett volna. Hát, sajnálom. Na. Na, erre gondolok. Rebellion. Köszi a streamet, de nagyon jól szórakoztam. Jó éjszakát mindenkinek. Be fogjuk fejezni lassan mi is, úgyhogy jó éjszakát. És akkor szerintem legközelebb majd, hát talán vasárnap fogunk találkozni ilyen streames formában. Úgyhogy, ja. Még ezt az egy valamit itt legyőzzük. Ó, oh, még egy farkas. Sajnálom, sajnálom, mindent sajnálok. De tényleg. Jó, na, azt hiszem jók vagyunk. És akkor még begyűjtjük az ajándékokat, meg a jutalmakat. Ó, Harry Potter szemcsi. Most ennek se változtatom meg a külsejét. Jó, azt fogjuk csinálni, hogy visszamegyünk a Roxfordba. Méghozzá a szükségszobájába. Megnézzük, hogy miket gyűjtöttem össze. Amikről nem tudom, hogy mik azok. Meg begyűjtjük a növénykéinket, és aztán eladjuk a maradék a fölösleges ruszikat. Jó. Na. Two-wheel slots are full. Oh! Megvan, hogy mennyit tudok belőle tárolni? Hát ezt nem tudtam. Na, ebből viszont oké. Okay. Nagyszerű, akkor tudjuk most már, hogy milyen ruciaink vannak. Mindent megnézünk, hogy van-e a miénknél, ami rajtunk van jobb. Rosszabb, rosszabb. Jó. Ez jobb a miénknél. Borzasztóan néz ki, de azt mindjárt megváltoztatjuk. Vissza erre, mert ez tetszik most. És akkor megnézzük ezt is, hogy van-e valamink. Nincs semmink. Ha, jó. Oké. Akkor kimegyünk Roxmortba eladni. Hát ezek most ilyen tranzakciós dolgok, nem a legizgalmasabbak, de nem baj. Nem mindig csak abból jut, vannak ilyen dolgok is, amiket meg kell csinálni. Bocsi, cica, most nem. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Eladunk. Ezt mindenképp. Hollóhátas vagyok, és nem ez a játék osztott be, hanem... Opa.
Bocsánat, nem ez a játék osztott be, hanem a Wizarding World. Tehát még a Pottermore-on kitöltöttem, és onnan hoztam tulajdonképpen a házamat. Adjunk még el valamit. Ötös szint kell hozzá, ez biztos nem túl jó, nem? Jó, azt eladom. Tizenhetes és rossz is, jó. Mondjuk az legendary volt, de nem baj. Jó, ennyi. Ezt a legendary adást most nem láttátok. Jó, és akkor most átvesszük a mindenféle jutalmakat, amik vannak. Ez van? Nem ez van. Gear Trait Recipe Reward, jó. Ezt még nem tudjuk átvenni, azt viszont át tudjuk. Jó. Ott van még egy, amit át tudok venni. Ó, 40 pókot kinyírtam már, gyerekek. És már 45-nél járok. Hát ez nagy szó. Ó, farkasra is van. Hogy mennyit kell kinyírni? Jó, azt hiszem akkor így ennyi. Jó. Jó, és akkor most megnézzük, hogy... Ja... Azt nem kellett volna becsuknom. Talent. Van megint pontom? Van megint pontom. Jó, akkor válasszunk ki valami jót. Nem ezt jelöltem ki az előbb? Vagy ezt még nem engedi? Ja, én azt hittem, hogy ezt az előbb megvan. Ja, te purchased. Akkor... Ja! Úristen, azt hittem, hogy a sárgát tudom megvenni, de a sárgákkal rendelkezem. Tehát akkor előbb nem vettem semmit. Depulzó. Confringo. Jó, ez kell. És akkor ezt is elköltöttem. Jó. Hát itt meg most elég sok minden van. Az a térképes, abban most már van két térképesünk is. Alohomora. A repülésben még mindig béna vagyok, ezt még nem tudjuk megcsinálni. House tokenekből 13 megvan már, azzal elég jól állok. Ó, oh, Beast Class. Oh, Beast Class. Azt tudjátok, mit jelent? Az azt jelenti, hogy meg fogom tudni csinálni a... Lehet, furkászom. Jó, akkor szerintem itt ezzel a gondolattal abba is hagyjuk. Jelen állás szerint 23-as szintűek vagyunk. Már 28%-nál járok már, ami a fő challenge-eket illeti. Költöttünk talentpontot is ma, megcsináltunk 10 Merlin Trail-t, meg az Alohomórát megtanultuk, meg tokeneket is szereztem egyet-kettőt, azt hiszem, és akkor ezzel haladunk majd innen tovább. Mondom, szerintem legközelebb vasárnap. Nem tudom, hogy Attila itt van-e, de kéne valakit rédelnünk, hogyha esetleg Attila tudja vállalni ezt a feladatot. Itt, jó. Akkor kérlek, Attila, indíts valami rédet valakinek, aki szimpatikus. Főleg, hogyha esetleg van olyan, akit ismerünk és szeretünk, azt úgyis tudod. És akkor... Ó, Pissebo! Szia! Momosz jó lesz. Persze, menjünk Momoszhoz. Jó, tehát akkor legközelebb valószínűleg vasárnap találkozunk. Ugyaninnen folytatjuk, valószínűleg szeretném majd fejleszteni az Alohomórát, illetve elindulunk ezen a legendás állatokos vonalon.
mert az szerintem elég izgalmas lesz, ha majd tudunk állatot tartani. Aha, igen, látom. Remek. Jó, szóval, hogy az nagyon izgi lesz, hogyha majd tudunk állatot tartani, úgyhogy azt mindenképpen szeretném, és aztán utána lehet, hogyha sikerül ezt az állattartás dolgot összehozni, akkor elmegyünk majd összegyűjteni pár állatot. De majd meglátjuk meg. Nyilván ahhoz majd fejleszteni kell a szükségszabályát is, ennyit tudok. Úgyhogy az még idő lesz. És annak a kastélynak azt a részét még nem fedeztük fel teljesen, amit most találtunk ott ugye a nagy terem környékén, meg ilyesmi. Úgyhogy lehet, hogy azt is fogjuk csinálni még, és szeretnék bemenni a konyhába is. Úgyhogy nagyjából ezek a tervek a következő raidre, meglátjuk a következő raidre, a következő streamre, meglátjuk, hogy ebből mennyi mindent fogunk tudni összehozni. Valószínűleg vasárnap is ilyen késő délután este felé fog indulni a stream, úgy láttam, hogy a többségnek ez felel meg, úgyhogy ez várható. A Facebook oldalamon tudjátok követni, hogy mi várható és mikor. Hogyha esetleg nem követtek, akkor az Edessi könyvajánlója a Facebook oldal, alapvetően könyves blogolok, hogyha nem onnan jöttetek. Úgyhogy könyves híreket, meg adaptációs híreket osztok meg, és ott fogom megosztani azt is, hogy mikor várható a következő stream. És akkor jó rédet nektek, találkozunk Momosznál, sziasztok, jó éjszakát!